Jótékonysággal kezdődött az a rendezvény, melynek keretében a Vármegyei Közgyűlés alelnöke Zsikó Zoltán az iskola két tanulójának, Drávai Ákosnak, valamint Jakovics Áron Marcelnek egy-egy tabletet adott át. Igyekszem a jó ügyek mellé állni idén karácsonykor, itt Tolna Vármegyében 10 darab Samsung tabletet szeretnék átadni azoknak a kiváló tehetséges diákoknak, akik Tolna Vármegye hírnevét öregbítették. Így a mai napon Bonyhádon 2 darab tabletet fogunk átadni, aztán átmegyünk a Parhantra, majd Győrébe, és holnap pedig Alsónyéken fogok 2 tehetséges diáknak tableteket átadni. Az előző napokban pedig Bátaszéken díjaztuk a fiatal tehetségeket. Az intézmény vezetője elmondta, a pedagógusok és a szülők támogatása nélkül az esemény nem jöhetett volna létre, amelyet több hetes felkészülés előzött meg. Egy adventi vásárt tartottunk, ahol a gyerekek és a szülők felajánlásából tulajdonképpen egy ilyen kis kiállítás volt megtekinthető, ahol az alkotások megvásárolhatók voltak. Ezen kívül érkeztek hozzánk Paradicsompusztáról a gyerekek, ahol közös foglalkozásokat tartottunk, és több rendezvényel próbáltunk hangolódni a karácsonyra. A pedagógusok a tradíciókhoz hülyen meglepetés dallal készültek. Egy szép hagyomány nálunk itt a Széchenyi István általános iskolában. Szerencsére vannak jó hangú pedagógusok, akik szeretnek is énekelni, és tudnak is. Ők Ömböli Péter kollégánk zongora játékával kiegészülve egy karácsonyi dalt adtak elő, és nagyon örültem, hogy jó volt a fogadtatása. Én azt gondolom, hogy mind a gyerekek, mind pedig a szülők részéről nagyon pozitív volt a visszhang. Forgatókönyv alapján készítették fel a gyerekeket a 4. osztályos tanítók zenével, melyet megszerkesztettek a bemutató előtt. Nagyon sok gyereket mozgattunk meg, figyeltünk arra, hogy a 4. évfolyamból mindenki szerepet kapjon, ha más nem akkor, ha szóló szerepet nem is, de a közös versmondásokban, dalolásokban mindenki szerepet, úgyhogy 66 gyerek adta az előadást a mai napon. Az előadás végén csatlakozott be az iskola kórusa.